Vasas Ferencváros mérkőzésen vagyunk. A 40. percig nem esett gól, de a 41. percben csordás tör előre. Átjátsz a védőket, lő gól! Felemás érzéseim vannak. Úgy gondolom, hogy a csapat jól képviselte a Vasast. Voltak kifejezetten jó periódusaink, de akadtak rosszak is. Amikor a Debrecen felgyorsította a játékot és nyomást gyakorolt ránk, akkor voltak problémáink. Van egy pozitív dolog, amit mindenképpen szeretnék megosztani. A szünetben cserélni szerettem volna, gondolva a szombati meccsre, de a játékosok szinte könyörögtek, hogy ne vigyem le őket, játszani szeretnének. Ezzel egyértelműen bizonyították, hogy akarnak, s a pályán akarnak megtenni mindent. Nem tehettem meg, hogy lekapjam őket, mert szeretem ezt a hozzáállást. Ez reményt adhat a következő feladatokhoz, amelyek előttünk állnak. Meg fogom mondani a játékosoknak, hogy ebből a mérkőzésből lehet építkezni, a jó dolgokból erőt kell meríteni. Nagyon remélem, hogy ez a pozitív hozzáállás erőt ad nekünk a szombati meccsre, amely szintén egy nehéz feladat lesz. Bíztatni fogom a játékosaimat, hogy még ennél is többet fussanak és harcoljanak, és akkor siker koronázhatja a teljesítményüket. Nem tudom megmondani, hogy mi történt volna, ha a Thiago elleni szabálytalanságnál 11-est adnak nekünk, és esetleg 2-0-ra vezetünk. Az mindenképpen igaz, hogy a második félidőben a Debrecen sokkal erősebb és koncentráltabb volt, sokkal nagyobb nyomást gyakoroltak ránk. Ekkor sok hibát követtünk el. Ne felejtsük el, hogy ma nagyon sok fiatal lépett pályára, akik jó benyomást gyakoroltak rám, és ha hasonló mentalitással folytatják a munkát, akkor sikeres pályafutásuk lehet, akár már itt, a Vasasnál. Mik azok a dolgok, amikben a Loki jobb volt nálunk? Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a gyorsabb játék, gyorsabban játszottak, mint mi. Hát igazándiból azt éreztem, hogy inkább csapatban voltak nagyon együtt a pályán, és oda tették magukat. És mennyiben volt érzékelhető az osztálykülönbség? Hát azért másabb, sokkal másabb, gyorsabban játszottak, sokkal jobban mozogtak a pályán, érezték egymást. Mi volt a mesterkérése a mai mérkőzéssel kapcsolatban? Próbáljunk meg játszani, ne kapkodjunk, ne idegeskedjünk, veszítenivalónk nincsen. Végül is tény is való, hogy tényleg nem volt veszítenivalónk. Úgy jöttünk ide, hogy megpróbálunk egy jó eredményt elérni, és úgy érzem, hogy a játék alapján szerintem erre rászolgáltunk. Kértem Daysont a labdát, ő visszapasszolta szépen, és igazából csak felnéztem, hogy hosszúra, és akkor megpróbáltam oda előni, és végül sikerült. Voltak periódusok, amikor jól tudtam a labdákat megtartani, jó helyre passzoltam, önök is voltak, amikor rossz helyre, de ezeket próbálom kijavítani. Ez volt a második meccsed a felnőtt csapattal. Mennyire érezted magadon a nyomást? Igazából nem vagyok az a izgulós fajta, meg úgy nem érzem sosem magamon a nagy nyomást, most se volt így, és igazából így léptem pályára, semmi. Igazából veszíteni valóm nincsen, én úgy gondolom. Hogy érzed magad a felnőtt csapatban? Hát nagyon boldog vagyok, és eszméletlenül jó. Teljesen más, mint az U19, jobb a pörgés, minden, nagyon jó. És hát ilyen ellenfelekkel játszani azért nem sokan játszanak. Nagyon örülök neki, hogy itt játszatok. Összefeljeltem a Pörsköpetivel, hát ez benne van, ezzel nem lehet mit csinálni. Össze kell tölteni két öltéssel, holnap fejröngenre kell menni, mégis semmi. Te jól vagy? Túlélem, persze. Túlélem.